Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk, nem más van, mint szombat este, észak-amerikai LCS 9. hete zajlik az alapszakasz ebben a régióban, és ez azt jelenti, hogy már csak egészen konkrétan 3 darab BO3-as mérkőzést fogunk mi lekommentálni az alapszakasz keretein belül, és hogyha döntetlen van, akkor majd a holnapi nap folyamán jönnek a helyosztók is. A lényeg, hogy minden mérkőzés létfontosságú a csapatok számára. Egyértelműen fontos az első és második helyezés, hiszen ezek a csapatok, akik ide kerülnek, már az elődöntőben kezdik a rájátszást. A hatodik helyezettig azért fontosak a helyezések, mert az első 6 csapat kerül be a rájátszásba, illetve nagyon veszélyes a 9. és 10. hely, mert akkor az LCS-ben való bennmaradásért kell küzdeni. Ráadásul nem egy csapat nem tudta már ezt az akadályt sikerrel venni, úgyhogy mindenképpen kockázatos. Viszont a mai este második BO3-as mérkőzése hatalmas szériája hamarosan elkezdődik. Mellettem van Buci, szervusz! Nagyon jó ez a csokor nyakkendő, kérem szépen. Valószínűleg nem látszik a sötét miatt, maximum megpróbálok egy kis fény felé fordulni. Pöttyös, az igazi, mármint, hogy a csokor nyakkendőben, illetve Rio a szoknyában. De szia Tanatos, én is üdvözlök minden kedves nézőt. Nagyon-nagyon fontos mérkőzés előtt vagyunk. Cloud9 Phoenix One összecsapás, konkrétan a második helyért folyik most a küzdelem, és tényleg, ahogy te is elmondtad, nem mindegy, hogy ki a harmadik és ki a második, ugyanis az elődöntőbe való kezdés azért az eléggé kényelmes pozíció, egy hetet lehet pihenni, egy hetet lehet még pluszban gyakorolni, megnézni, hogy hogyan játszanak a srácok a BO5-ös szériában, ellesni egy-egy taktikát, egy-egy stratégiát, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez most egy nagyon kiélezett küzdelemnek kéne, hogy legyen, tehát ha jósolnék, és akkor ez a fény, meg ez a, tehát, hogy tényleg nem csak szektársok Bucci vagyunk, hanem jóslunk is. Tehát, hogyha jósolnék, akkor én szeretném a 3 mérkőzést, hogy 3 meccses legyen. De hát nagyon nehéz lesz, én úgy gondolom most a Cloud9-nak, főleg azért, ami az egyik legnagyobb gyengesége a Cloud9-nak, ez pedig a játék korai szakasza. Egyszerűen képtelenek jól megjátszani a játék korai szakaszát, és pont ezért én úgy gondolom, hogy egy Phoenix One szintű csapat és erejű csapat ki tudja azt használni, hogyha elveszti a játék korai szakaszát a Cloud9, akkor bizony ezt keményen megbüntetik és megnyerik az első mérkőzést, vagy azt a mérkőzést. De nézzük meg, kik játszanak a Cloud9-nál. Ray kezd a felső ösvényen, Contrax, Jungle, Jensen középső ösvény, Sneaky és Smoothie pedig a lövész támogató páros, de kik vannak a Phoenix One-ban, Bucci? Zig felső ösvényen Mythios, Dark Mythios, a dzsungelben Ryu, középső ösvényen Arrow, illetve Stunt, az új, vagy legalábbis kvázi új support támogató pozícióban, és ameddig például a Phoenix One-nak van egy 5-ös win streak-je, tehát 5 meccs óta folyamatosan győznek, ebből 4x2-0-ra, azért az elég nagy dominancia, tehát 5 győzelemből 4-2-0-ás, az nagyon-nagyon jó arány. Addig én úgy gondolom, hogy a Cloud9-nak most nagyon fel kell kötnie a gatyáját, és ha már említettük Stuntot, 100%, tehát amióta ő bekerült, azóta a Phoenix-on megállíthatatlan. Így van, de Észak-Amerika nem teketóriázik, így mi sem csináljuk ezt, azonnal érkezünk a tiltási és választási fázisba. Jaj, hirtelen azt hittem, hogy valaki hátulról szól, ugye? Nem, egyszerűen csak behallatszódott a visszhangja a kinti kommentátor kollégáknak, de ne is. Igen, de én is egyébként azon gondolom, hogy ki van mögöttünk, hogy milyen szellemjárás van. Hát ezek a zseniális fülesekkel, ezek tényleg olyan térhatás volt, hogy kisz, de ugye az volt a probléma, hogy nem értettem, hogy miért hallom, hogy kintről mond bárki bármit. Ez egy nem fizetett reklám volt, ugye ez a zseniális füleseknek, köszönjük az audio technikának. Nem, de hogy is ezt nem mondanánk be úgyse. Érkezik a tiltás mind a két oldalról, érkeznek a tiltások mind a két oldalról. Senis Gragas egyértelműen Zig elleni felső ösvényes tiltások, illetve Mythiosnál is ugye ott van a Gragas nyilvánvalóan, meg a Rumble, ami nem Mythiosnál, hanem Zignél van ott, és jönnek a Phoenixonos tiltások. Camille, szinte mondhatnánk az is, hogy kötelező darab ezen a listán, Graves Contractnek egy
Hát ez egy érdekes döntés amúgy, hogy Graves elveszi contract elől, de mindenképpen... Alapvetően az a vicces, hogy contractnek a hősbázisa az nagyon erőteljesen additípusú hősökre megy, tehát hogy ő nagyon szereti Kazixot, Graves, Lee Sin-t, minden, és eddig konkrétan Gragasszal játszott, illetve Ivernél, aki valamiféle varázssebzést okoz a dzsungelbe. Így érdekes ugye a koncepció, vagy a kompozíció, hogy mit hoznak a srácok. Például egy Manzahár támogató játékosnak a sebzése akár megadhat egy olyan lehetőséget a Cloud9-nak, hogy ettől függetlenül fizikai sebzést hozzon a dzsungelbe. Érdekes döntés lenne, úgy gondolom. Mármint, hogyha az a Malzahár, ez leginkább még mindig a mágikus sebzésre összpontosítanám, ugye nagyon sok Zájrát látunk még most is, akik viszont már nem a mágikus sebzésre összpontosítanak, és talán jobban megérni Malzahárnak is azt, hogyha előbb ruházna be egy Iron Soralik medáljába, egy megváltásba alapvetően, jó. De meglátjuk nyilván a csapatkompozíciótól rengeteg sok minden múlik, vagy rengeteg sok minden függ, hogy mennyire éri meg ezt a fajta elrendezést használni a tárgyválasztáson a támogató játékosnak. Mitios Ellis-szel érkezik az idézők szurdokába. Mindenképpen egy jó döntés lehet az ő részéről, abszolút, úgy gondolom. És Ero pedig Ezreal-t játssza meg. Mitiosnak egyébként ez egy nagyon kedvelt választása. Igen. Tehát, hogy ő ugye annó még a szezon 3-ban a Zach Main volt, ugye múlt héten is hozott egy Zach-et quadra kill-et, tehát négyszeres gyilkossággal, nagyon jóban van Olaf-fal, ilyen Viking bro love-ként tekint rá, illetve hogy a pókirálynőt szereti még nagyon. A Rek'Sai mellett, amit egyébként még Nonóék is kiemeltek az előző mérkőzés végén. Contrax pedig hozza a tőle megszokottat, az orgyilkos metát, illetve az ad és hősöket. Itt van a Rengar bizony, a beugrásai. Köszönhető annak egyébként, hogy ezt a hosszú videót bejátszottuk ugye mi is, hogy ezt ne kelljen visszakeresni a YouTube-on. Bizony. Hát ott azért mindenképpen el lehetett csípni egy-egy olyan hasznos információt, illetve olyan jó összemezési taktikákat, amik egy Rengárnak, vagy akár egy dzsungelnek is tökéletesen jól működhet, Sneaky pedig lucianezni fog. Abszolút úgy gondolom, hogy ez a breakdown sorozat amúgy nagyon jó, én is minden egyes alkalommal megnézem, sőt még a Facebook oldalon meg is szoktam osztani, mert olyan jó kis szoktam tippek like-olni. Vannak benne. Ó, köszönöm szépen, édes vagy. Hogy szerintem nagyon jó kis tippek vannak benne, és érthetően tök jó megjelenítéssel, nagyon jó grafikákkal átláthatóan magyaráznak el meglehetősen érdekes dolgokat. Nautilus jön a Phoenix One-hoz, még, ugye ez érkezhet Zeke-hez, az lenne a megszokott elhozatal, de Stuntnál is előfordulhat még akár az a Nautilus. Ki tudja, hogy mivel készültek egymás ellen? És ugye az az érdekes, hogyha rá pillantunk a 13-4, illetve a 11-5-ös állásra, akkor annyit érdemes azért elmondani, hogy a Cloud9 ugye egy meccsel előrébb van, mint a Phoenix One. Tehát a Phoenix One még fog játszani mérkőzéseket. Fizz közben a tiltás a Phoenix One részéről, míg a másik oldalról, a kék oldalról a Cloud9 Jace tiltja ki. Mondd. Érdekelne, hogy szerinted igen. Jensennek a talonját viszont látjuk-e a mai nap folyamán? Hát Jensen ellen én úgy gondolom, hogy tiltani nincs értelme, ugyanis ő bármilyen hőst a talomba dob, ha már talonról beszélünk, ugyanis 15 egyedi hőssel ő a legtöbb egyedi választással rendelkező ember. Utána van két ember, vagy volt két ember, aki 14-14, illetve 13-13-mal szintén, általában a középső ösvényen, Jerkzen, Keen és a többiek. De Jensennek van valami hihetetlenül brutális nagy hősbázisa, és egyébként én itt ezt a fisztiltást nem is Ray ellen, hanem inkább Jensen ellen gondolnám, abszolút, mert ő hozott Jensen középső ösvényre fiszt, ugye míg Európában inkább a felső ösvényes fizzeket szoktuk meg. Igen, abszolút Jensen fizzel már nem egyszer mutatta meg, hogy meg mire fog fizetni, aki ellen, mert... Drop the mic, man! Minden esetre... Obama igen. A Syndra az egyetlen Ryu ellen érkezett. És Tarik. Na, innentől kezdem el ezt a talont, ezt akkor, hogy nem feltétlenül gondolnám amúgy
reálisnak, mert van egy jó kis védelem erre, bőven. De még bőven amúgy, hogyha gyorsan adja ki magából talán a sebzés, akkor lehet esély. Az a baj, hogy dzsungelben is olyan fizikai sebzés, hogyha még középsős védre is azt hozva, akkor igazából Raynek kéne benne hoznia valami fullapi echót a felsős védre, vagy nem tudom már micsodát, hogy meglegyen valahol a varázs sebzés. Vagy egy jó Swain, azt mondjuk szeretném, viszont de érkezik Jensen Orianna. Legendás választás, vagy, ó, nem, Jarvan, ugye, High hozott már az észak-amerikai bajnokságba középső ösvényre, de ide nem fog érkezni, Smoothie az utolsó választás jogán még dönthet a felső ösvényről, esetlegesen egy kleddel, hát így akkor egyébként ott van az a wombo kombó, hogy Orianna alapvetően gyorsan fog futkorászni, viszont Kled előre képességével, illetve kontrakt ultiával, hát hihetetlen sebességgel fog majd a kis cica láthatatlanul érkezni valakire. Botrányosan gyors lesz, az biztos. Az előre az a végső képessége. Na majd jön Ryu. Igen, a talonnal. Lehet. Ryunak imádom ezt a megbabonázó tekintetét folyamatosan, tehát... Hogy... Én nagyon kedvelem Ryut egyébként, és annyira szomorú voltam, amikor az éjstükében, miután ugye visszatért selfie cseréjébe, hogy egy selfie nagyon jobb játszott az éjstükébe, és utána visszatért Ryu is, olyan gyengén muzsikált, viszont a világbajnokságon már ment neki a ott játék. Összekapta ott magát teljesen. Addigra nagyon-nagyon jó lett, aztán ugye természetesen jött az átigazolási... Láz meg szezon, és akkor jött Észak-Amerikába, ahol én úgy gondolom, hogy megtalálta a helyét itt a Phoenix One-nál. Abszolút megtalálta, én is úgy gondolom a Phoenix One-nál a helyét, a kedves Ryu. Bár bevallom őszintén, hogy ez a Kim Jong-un cosplay, amit jelen pillanatban itt a frizurájával művel, az nem feltétlenül áll jól neki szerintem. Értelek. Mármint, hogy ezt akarod elmondani, hogy a... Vagy hát te is elmondhatod ezt az infót, azon gondolkodtam, hogy neked mutatom, és hogyha már úgy is szóban voltál, akkor mondd. De hogy ugye talonról beszélgettünk, és hogy Ryunak a talonja például a Team Liquid ellen egy 7-1-8-as statisztikát hozott, ami rettentően magabiztos és meggyőző. Ezzel szemben ugye Jensen, amikor egyszer elhozta talont, akkor így elveszítette azt a mérkőzést, eléggé meg tudták állítani az ő ösvényfázisát, nem volt elég sebzés benne. Így viszont rettentően kíváncsi leszek majd arra, hogy az Oriannával mennyire tudja majd kizónázni, mennyire tudja hátul tartani azt a talont, mert hogyha beugrik rá, akkor én úgy gondolom, hogy azért megvan bőven az a bőrsebzése, az a tényleges orvgyilkos lehetősége Ryu talonjában, amivel egyébként az égetéses Orianna is most már így rendelkezik, hogy égetéssel jött. Tehát hogy azért az úgy... Igen, ugye van az a kategória, amikor tudod, hogy agresszív lesz az ellenfeled, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor egy megtisztulás, egy pajzs, vagy valamit hozok. Erre mit mond Jensen? Emlékszünk az előre villanok és gyilkolok, emlékszem, és nem tudom, én milyen Orianna. Középső ösvény kettőszintű toronynál volt, kétszer játszotta be azt egymás utáni héten. Jézusom. Így van, tehát a Jensen Orianna az... Sőt, volt egyszer a felső ösvény, és egy ilyen gyorsításos rávillanok az agyadra, és... Nem, ez nem az a gumilabdával, nem tudom, ilyen faltengózó kis három éves gyerkőc, hanem ő konkrétan medici labdával tolja az ipart. Az arcodba. Ez tetszett az úriembernek át. Mítiosz dzsungelébe pedig ugye elhelyeztek egy mérsékelten mélységi őrszemet. Ezt most találtam ki. Nagyon tetszik. Tehát, hogy ami a vörös szederhát és mögé kerül, az legyen a mélységi őrszem, ami pedig ott a pengecsőrök, rúgok, farkasok távolságában mondjuk, az legyen a mérsékelten mélységi őrszem. Mérsékelten mélységi őrszem. Tetszik amúgy a kifejezés, és... Igazából beszédes is, sőt. Én úgy gondolom, hogy túlságosan nagy érdekesség például a kulcsmesterségeknél nincsen. Megszokhattuk már, hogy talonra a viharos lendületet szokták hozni, felső ösvényen sincsen semmi, nagyon különlegesség, Zeke kolosszussal jön, ugye ez a talán elsődleges Nautilusra is a halhatatlanok a másik. Talán mondjuk Stunt az, aki ezzel a szellős mesterséggel nem feltétlenül a tankosságra, hanem majd később a pajzsokra, a gyógyításokra szeretne reagálni, mint Tarik. Mm-hmm. Úgyhogy ez talán az egyik olyan. Látjuk is egyébként az erőddel kezdett.
pontosan nem is a káprázattal, nem. Tehát, de nem véletlen azért már most mennyit tud piszkálódni, ugye ma a Zahár. Igen, az én erőmmel kezdett, ugye az erőd, de pontosan, vagy a tiéd, nem mindegy. A lényeg, amúgy, hogy kedves Talonban ugye még mindig megvan az a lehetőség, hogy egy előre tudja tolni az ösvény, mint amit most is láthattunk, akkor el is tudja azt hagyni. És egy Talon érkezés mindenféle pak mozgatokkal megspékelve, hát jó helyre jöhet. Mind az alsó, mind a felső ösvényre. Az egész pályára meglehetősen nagy nyomást tudja gyakorolni, ha Jensen Oriannájával szemben előre tudja tolni az ösvényt, és tudja dominálni azt az ösvényt. Viszont én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lesz a pokoli sárkánynak a jelenléte. Abszolút. Amely, hát maradjunk annyiban, hogy talán azt sugallja majd, hogy ott az alsó ösvény környékén lehet valamilyen fajta fókusz akár a két csapat részéről. Na most annak köszönhetően, hogy Ray a másik oldalról, legalábbis a Cloud9 oldaláról tudta feltolni az ösvényt, így viszont ő tudott kiőrszemezni a hármas nádasba, tehát mit jósz, hogyha a saját dzsungeléből érkezne, akkor erre mindenképpen lesz rálátása, miközben a jósmentát elhasználva. Ó, jaj, nem találta káprázat is. Nem úgy, mint a kóros látomás, illetve a kis üresség lényeg. Hát igen. Tehát mivel elhasználta egyébként a jósmentát, mit jósz, így látta, hogy Context kitakarította már azt a dzsungelt, így oda neki érkezése nincsen. Uh-huh. Nem tud lopkodni a pókanyó. Így viszont a saját krúgjaihoz ment vissza. Míg Zig az, aki dominálni tudja az ösvényt, az viszont úgy kemény 10 millió farm előnye is van Nautilusnak. Kleddel szemben. Hát igen, ugye. Tudja szívatni, Nautilus azért egy eléggé kis görénke karakter tud lenni. Kis görike. Ami azt jelenti, hogy gyorsan is farmol, és közben sebez téged, nem kicsit, és hát amúgy alapvetően, hogy például a kötére helyezett... Ez a sutyerek bebuggolt, láttad? Cica mindig rám ugrik. Nem is megyek sehova, pedig a jó kis dzsúkoló sutyerekokat szeretjük legjobban. A szivatos sutyerekeket, igen. Jönne a képesség, de már nem ott van. Tehát, igen. Neki ilyen urfos flash-e van vágott. Igen. Szóval, hogy Nautilus mindenképpen tudja szivat még egy picikét kledet. De nem hiszem, hogy ez annyira sokáig ki fog tartani, ha csak nem jó érkezések lesznek a dzsungelesektől, akik amúgy most a pálya alsó felén vannak inkább. Tehát Klednek kell egy kis idő, egy Tiamat például nem árt neki. Mit Tiamat? Az nem gyenge választás. Csatározók sújtása. Nem, az olyan durva vagyok. Ez inkább a nevének a másik fele. Tehát komoly. Sneaky egyébként meg Smoothie azzal, hogy találtak a némításokkal, illetve a dodge-sebzéssel mehetett előre folyamatosan, és Lucian azért pontosan az a lövés, hasonlóan egyébként Ezreal-hez, akik mehetnek előre akár az első sorban, mert akkor tudnak igazán sok sebzést okozni, hogyha előre megy, kihasználja Lucian a passzívját, kihasználja például Ezreal a térugrás utáni bónusz sebzéseket, tehát mind Arrow-nak, mind pedig Sneaky-nek. Na. Jensen, bajban lehet, nagyon szép volt a vasmacska. Mitiosz még itt van a közelben, és Ryu kezdeni, ez jó az érkezése Mitiosznak, az első gyilkosság Ryu-n! Ez annyira, hogy is mondjam ezt, kísértetiesen olyan volt, mint egy csomó Talon első gyilkosság, ami konkrétan itt szokott megtörténni a középső ösvényen. Jóformán még a torony távolság is hasonló, ahol vissza tud menekülni általában egy karakter. Gyönyörű szép volt az érkezés. A Phoenix One-tól három ember is lejött, viszont ugye megtehette ez Zig, ugyanis ő volt Minion előnybe, így ott hagyhatta az ösvényét. Ray pedig most ér majd csak vissza a felső ösvényre. Smoothie-nek nagyon szépen levéti. Ó, ja, ez tánt életre elfogy. Mi ez a kis szörnymennyiség? Milyen végül elmegy Ero, de hát komolyan mondom. Ez a csótány áradat, üresség lény. Találkozó, hát lényegében lezabálták Stuntról a kristályokat, úgy érzem. Azt tuti, lehet, hogy kristályokkal táplálkoznak az üresség lénye. Ez egyébként nem lenne mondjuk olyan túlságosan butaság esetlegesen, ugye tudjuk a kristályok, itt a Runeterrán egy nagyon fontos ilyen alapanyagok, vagy hát ilyen varázserővel is
rendelkeznek, és akkor az üresség lények, akik egyébként is ugye szétpusztítják a világot, azt tennék meg. Ez most csak egy ilyen kis gondolatmenet volt. Hát Stunt nem gondolta komolyan, hogy rá fog menni arra a pajzs mennyiségre. Arrow ugye gyógyít, utána pedig még villannia is kell, miután már belassulnak egyébként. Ugye eltelt az a 606 óvtáv körül, ami után Smoothie-nak az üresség lényei. Hogy a Ryu érkezik egy jó kezdeményezésre, a kontrakt életre nem fogyott még el, de az égetés megvan, így van, ott a gyilkosság is, elmenekül Stunt Ryu egyaránt. Hello Talon! Mizu, kérdezi Ryu. Azt mondja, hogy ez a második gyilkosság nagyon magabiztos játékkal. Három ember közé rohant be, Contrexet nem volt elég sneaky gyógyítása, a saját gyógyítása, ugyanis pörgött az égetés Ryutól csúnyán, akkor pedig ugye nem annyira hatásosak ezen képességek. Hát nem jó ötlet. Hát sejtit látja is, de hogy nem jó ötlet egy talont megetetni. Nagyon szép az elcsúszás Sneaky-től, és így Stuntot meg kell ölni. Nagyon szép játék Smoothie és Sneaky párosától. Kettő úgymond szóló gyilkosságot szedtek már össze, és Mitiozabba is hagyja amúgy a sárkány pont az előbb említett akció következtében. Sneakyék lehetnek amúgy a megmentők. Csak hát az a gond, hogy Ryu megmenti majd Sneakyt. Legalábbis Ray ráugrik Zigre, jó egyébként a medve csap, de viszont a vasmacskával el lehet menni. Nekem mindig ilyen kicsit ilyen asztékos beütése van, vagy ilyen majás asztékos beütése van ennek a Nautilus hős kinézetnek. Aha, igen, abszolút. Én mindig azt nézem, hogy milyen szimbólumokat látok, igen, és hogy ezt esetleg nem tudok majául olvasni, meg ilyenek, az nagyon nehéz, majdnem olyan nehéz, mint a egyiptomi. Mi majául olvasni. Ja, igen, de hogy az egyiptomi hieroglifákkal hasonlat. Hoppá, Smoothie egyértelműen bajban van, még kitart, és el is pusztítja Ryut! Nem is hal meg, Mitiosz leugrik, még Steel-Tri egy Smoothie él! Kettős gyilkosság a támogató játékostól! Segített az egész Cloud9 neki, de hát ez nem volt a terv része. Ryu babám! Ugye nem volt most égetés Ryunak. A sebzése pedig még ugye nem tudta befejezni a Yomut, hát nem volt elég, hogy ki burstölje konkrétan. De hogy még Mitiosz se tudta kiszedni, zseniális. Mindenki életben tartott a Smoothie. Nézzük is a visszajátszást, ugye Smoothie-ra le kell lőni először a pajzsot. Ez korrekt, utána nem talál a gubó, ez mindenképpen fontos. Smoothie pedig némit, így a némítás alatt álló, folyamatos dotsebzést kapó Ryu nem tud mit csinálni, ugyan még a vonzás hullám elől nagyon szépen kiugrott Mitiosz, de hát ő is ott hagyta. És az üresség lények a mai napnak a sztárja, úgy az biztos, 2-0-2-es Smoothie, durva. Kőkemény Smoothie, és az az igazság, hogy ez azért nem tudta Mitiosz amúgy befejezni a kedves kis Smoothie-t, többek között, mert az üresség lények útban voltak. Tehát, hogy leereszkedett Mitioszra, pillanatok alatt körülvették az üresség lények. Pontos. Az üresség lény blokk egészen konkrétan. Amit ki akarok emelni, hogy ugye vajon jó-e az, hogyha egy támogató játékosnál landol kettő gyilkosság is? Hát attól függ, hogy mit fog építeni, ugyanis hogyha Smoothie ideje korán be tudja fejezni például a megváltást, azzal nagyobb esélye lehet, hogy gyógyításra majd a csapata részére, és hogyha már a gyógyítást nézzük, azért az jó lehet. Ott főleg úgy, hogy a Contracts Cloud megy befele, mind a ketten azért csak off-tankok, azért nagyon sokáig nem fogják állni a sebzést, kelleni fog az a bónusz életerő, amit azért ő tud adni, és azért nézzük meg, a mozgékonyság cipőjét már meg tudta vásárolni Smoothie, ezzel szemben még csak gumicsizmával rendelkezik Stunt, tehát ő sokkal mobilisabb is most már így. A Arrow-nak, hát ez ugye most nem a nyila, hanem a végzetes hulláma kicsit késő jön ki ahhoz, hogy a pokoli sárkányt elpusztítják, de a diszonancia jó egyébként Ryu-ra, azért már szép a sebzés. Óvatosnak kell lenni, de jó. Abszolút.
Ugye? Szóval jól, nem, szerintem nem olyan rossz most, hogy itt ezt a kettőt elhozta Smoothie, ezért ő pléjelte meg ezeket, tehát meg is érdemli. Én abszolút úgy gondolom, hogy megérdemli, és igazából ezt is vártam, hogy ezt fogod mondani, hogy megéri, mert szerintem is megéri. Főleg itt a játék elején azért nagyon sokat számít az tényleg, hogy milyen hamar tud elkészíteni a szükséges támogató tárgyakat, ahogy te is mondtad, a csizma az például pont egy, ha úgy vesszük, egy támogató tárgy, mert sokkal gyorsabban tud mozogni és őrszemeket kihelyezni, akár ösvényre is átmászhat. Például Smoothie, ott hagyja egyszerűen Sneakit, majd visszafut gyorsba. Tökéletesen jól járt ezzel, én úgy gondolom, a Cloud9. Főleg úgy, hogy az alsó ösvény így már akkora előnnyel rendelkezik, 4 gyilkossággal és 2 támogatással a 2 halál és 1 támogatással szemben. Na most egyébként én nagyon kíváncsi leszek egyébként, most azért gondolkodom, hogy Stuntnak mondjuk ezen a Tarikján, hogy lesz-e annyira kulcsfontosságú végső képesség, hogy megérje elhozni Tarikot. Egyrészt persze sok ember tud kábítani a káprázatta, főleg, hogyha az erőd egy másik emberen is rajta van, de pont azon gondolkodom, hogy ha már ilyen karaktert hozott, akkor mondjuk pont egy Malzahar ellen nem lett volna jobb választás, esetlegesen egy Alistar. Ugyanúgy tud passzívból gyógyítani, van 8 millió kábítása, és azért az ultiával csak ki tud jönni egy pokoli marokból, vagy bármiféle olyan CC-ből, ami mondjuk őt zavarná. Mondjuk ilyen túl sok CC nincsen, a pokoli marok az, ami nagyon fájdalmas. Igen, már meg Snake-it, hát megőrül, Zeroóra ment rá azon, de itt van Mitios, és ez baj lehetne, de megy tovább a két ember, mert jön közben Contract. Ennyi. 3v2-ben elhoznak egy gyilkosságot, Snake-i megy tovább, jön közben a teleport, azért ez egy Nautilus, akit megakadályozott Kled, hallottuk is a muzsikát pontosan. Toronra érkezik a Cloud9, ez tudod melyik játék, amit most láttunk, Buci? A győztes Cloud9 játék? Nem, az, amelyik ellentmond az összes statisztikának. A Cloud9 Bitang jó a játék első 15 percében érkezik, amúgy közben Ryu esetleg el lehet kapni a többieket. Jó a zónázó vonzás hullám, ami igazából nem biztos, hogy ez így. De ez konkrétan egy zónázó vonzás hullám volt, tehát ezt nem mondanám rossznak. Vagy ott marad a Mitios és bajba kerül, igen, vagy arrébb megy. Úgyhogy ez most nem egy mentése a rossz képesség használatnak. Hát Mitiosnak mindenképpen el kellett mennie onnan. Mitios azért maradt volna ott a torony alatt, hogy valahogy meg tudja védeni ezt az első tornyot, a helyére ugrik lezzik. Nincs. Ajaj, Led visszajön. Bajban van, pontosan Skál. Még pont visszaérkezett Skál. Nagyon szép volt Raytől a lélek jelenlét, hogy még lövöldözött és sebzett az ellenfél hősére, hogy visszajöjjön Skál. És nem villant. Ugyanaz a lélek jelenlét, amiről te beszéltél. Nyugodtan elmenekült hátasának tetején. Rögtön kezdeményez egy letaszított király kardjával Sneaky, majd ezt követően jön a pokoli marok Stuntra, és semmit nem tud csinálni. Semmi. Én már azon gondolkodom Stunt esetében, hogy lehet, hogy egy nagyon korai sejemöv is még talán beleférni. Zig pedig bum, arrébb lökve Ray által, nagyon szépen fordult még vissza a vasmacska elől. Ez pedig itt ugye a következő zónázó Orianna hullám. Jó, ugyan a gubó Contractsre, de hát ő ezt letudja. Letudja ezt követni. Csatát üvölt. Csata! És... Ezt meg kimondja? Skarl az amúgy, aki úgy gondolom az jelen pillanatban, pontosabban Kled, aki lehet, hogy elveszíti a fősősényes tornyát, de piszok jól játszik. Tehát Nautilus egy nehéz ösvény ellenfél neki, egyértelműen, és szív is vele szemben. Farmban is le van maradva, nem is akárhogy. És látjuk az ő interakcióikból, hogy Zig lesebzi a fél életrejét pikpak. De hogy mennyire jól mobilisan használja ki Ray amúgy az előző akcióból is látszódott, hogy azonnal visszalépett. Nem engedi Nautilusnak legtöbbször, hogy kibontakozzék a középső ösvényes torony. Még meg lehet az üresség lényeknek köszönhetően, de ne felejtsük el, hogy torony védelem volt már ilyenkor a minionok hiánya miatt, ezért lehetett a végén lassan elpusztítani, de sikerült. Illetve ott volt Contract biztosítani a srácokat a középső ösvényen. Jó pozícióban volt, onnan egy ultival könnyedén oda tudott volna futni az érkező Phoenix banosok hátába. Aztán azt nem szeretnéd, hogyha két ilyen mi a Fist Weaponnek a magyar megfelelője? Soha nem tudtam.
Tehát ez az ilyen, ami ugye karodon van. Igen, tudom, tudom, hogy mire gondolsz. Marok fegyver? Az nagyon jó, ez tök, ez nagyon szép. Nagyon szép, wow, de nagyon szép. Marok fegyver? Figyelj, hát, ez a mérsékelt mélységi arszem és a marok fegyver napja. Csak embetűs dolgokat találunk ki. Igazából azt kéne még kitalálni, hogy mit jósz, aki szintén embetűs. Most mit csinál? Most már lesz, mit jósz? Hát lassan most már meg kéne indulni ezzel az Elisszel. Még hagyján, de Ryu hova tűnt? Tehát Talonnal olyan jó orgyilkos, hogy nem látod is. Mondjuk tényleg az a jó orgyilkos, akit nem látsz, csak itt most nem biztos, hogy na, ez annyira korrekt. Na majd most, három jelző megvan. Nem, nem merte, nem tudta befejezni, úgy néz ki. De lehet, hogy itt az csak a hazamenetel volt a lényeg, nem? Hát meg hogyha beugrik, akkor egyrészt van Jensennek vonzás hulláma, van égetése, van villanása. Ezzel szemben Ryu, nem tudom, hogy le tudta volna olyan nagyon gyorsan burstölni. Hát már a burst-e nagyobb rész kijött, ugye? Tehát nem, még nem használta el a... Az ultit. Ártámadást. Ártámadást? Melyik? Az ultia? Igen. Azt tudom, hogy a Noxus-i diplomácia a Q. Igen, 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 ez a diplomácia, odaugrok, aztán... Ej, ne, igen. Megböklek, várj. Igen, megböklek, így van, jön van, jön a szúróka. Végső képessége nem megy ki Tariknak! És Mithyosz így szintén bajba kerül, bár Mithyoszon végigment a végső képessége Tariknak, így ő sebezhetetlen volt, ennek köszönhetően él, de... A második sárkányt a Cloud9-nak akarja elhozni, Aero végső képessége nem rendelkezik, Ray kezdeményez Zigre, megvan a sárkány, elhozta kontrakt, Ray életre elkezdte, de Ryu mit tud csinálni? Smoothie-t sem pusztítja el! Könyörgöm! Ziget! A sorozatlövés majdnem elpusztítja, Mithyosz még visszamerészkedik, de a Phoenix van, nincs, Phoenix nincs jelen pillanatban. És ugye Ryu nem égetett, tehát így bőven elég volt. Sneaky gyógyításra, Oriannának a pajzsa arra, hogy megmentse Smoothie-t, ezzel viszont 100%-os még mindig a KDA-ja, 2 gyilkosságban, illetve 4 támogatásban vesz az összesen 6 gyilkosságból. Nagyon működik most ez a manzár. Nézzük is a visszajátszást. Érkezik Kled és Context. Ugye erről beszéltünk, nézzük, hogy cica, megeszi rögtön Stuntot, akinek ugyan kijön a felemelkedés alatt. Éppen Mithyoszra a végső képessége, de ő saját magát már megint nem tudta megvédeni. Nem. Még mindig tartom azt az álláspontomat, hogy esetleg mi van Alistárral. De ugye ezt követően... Ray, lehet az alaptámadás, hogyha megvan, de még nincsen meg, mert Skarl az, aki végül életben tartja kedves gazdáját. Az az aranyos buta gyík. Annyi, egyébként annyira cuki. De akkora kretin, olyan édes, ja, de olyan nagyon. Üdvözlünk mindenkit a szombat esti retard kommentátorok között. Igen, pedig épp az előbb akartam kiemelni, hogy már ilyen fantasztikus mérsékelt mélységi őrszem, meg marok fegyver, meg nem tudom, ilyenek, hogy ilyen intellektuál percek vannak. Hát ezt most sikerült leoffolni. A retard vonatra, nincsen gond. De ez kár tényleg cuki egyébként. Nagyon. Hát nem az eszért, szereti Kled, hanem nem. Azért, mert segít neki. És milyen jó időben segít neki sokszor, és azért meg is tudja menteni az ő életét. Sneaky második tárgya, fekete hasítóbárd lesz, ugyanúgy Contrax-nek, és valószínűleg Ryu-nak is, Ray pedig már rendelkezik ezzel a tárgyal, tehát összesen 4 fekete hasítóbárd lesz majd az idézők szurdokában. Proto övet fog vásárolni közben Mithyosz, bónusz életerő, egy kis sebzés, plusz egy jó ugrás, ez mindenképpen jót tesz Elisznek. Csak ugye az a nagyobb probléma, hogy ő ezzel a csatározókat vásárolt, egyrészt nem tudja lecserélni a talizmányát, ugye lencsére. Míg azért... Ryu meghal, ez biztos. De hogy így minden. Jensen vonzás hullám, Smoothie, és ez Sneaky már csak a Sneakynek a sorozat lövése kellett volna tényleg, és akkor Ryu az kész. Valószínűleg akkor az idézők szurdokából is kiüldözik, tehát hogy mindent megkapott volna. Jégkesztyűs Ezreal, Aero-nál alapvetően nem háromság hatalmát épített, hanem inkább jégkesztyűt. Talán mondjuk érthető, hogyha azt nézzük, hogy Ray Contrax, illetve Stixey, szegényként őt, neki jobbulást kívánunk, tehát Sneaky is ugye fizikai sebzéssel operált, tehát a bónusz
jégkori lepel, ez jó lehet, illetve a lassítás Elrónak, hogy ne tudjon tovább és tovább menni, akár Kled, akár Contrax befele egyre jobban-jobban a csatában. Talán ezért választotta ezt a tárgyat. Tehát ugye visszatérve Mithyosra, ugye nem tud talizmánt váltani lencsére, így viszont Phoenix már nem tudja elég effektíven takarítani az őrszemeket. Aha. Míg ugye Contrax már három szintje rendelkezik a fejlesztett lencsével. Menjünk haza! Hát ez jó, ez jó. Valakinek nagyon tetszett kint a Kled ulti. Nagyon, nagyon, abszolút. Főleg egy ilyen fantasztikus menekülő ulti volt. Igen, igazad van abban, hogy ez a csatározók sújtás, ez nagyon merész volt Mithyostól, és itt tényleg a rálátás sem tudja segíteni csapatánál, és itt érdemes ránézni a kis térképre, ahol kettő darab Cloud9-os őrszemet lehet látni. Igazából pontosan most már hármat, ami végtelenül kevés. Végtelenül kevés. Most már pakolgatják le ezeket a srácok, mert szükség van rá, hiszen a Cloud9 három tornyot már elpusztított, és folyamatosan mélységi, illetve mérsékelt mélységi őrszemeket tesznek ki, és takarítanak. Kontroll, és látjuk, hogy mi van akkor, hogyha, ha nem lát a Phoenix van. Pedig statisztikailag egyébként pont a Cloud9 az, aki gyengébb őrszemezésre szokott játszani. A gyengébb early game-mel, a gyengébb őrszemezéssel szokták ugye elveszteni nagyon sokszor a meccsek korai szakaszát. Aztán majd ugye felállnak, de azért ez nem mindig jön össze. Hogyha azt nézzük, akkor ugye az előző összecsapást... Ez a rálátás hiánya. Contrax viszont túlvállalta magát, ez egészen biztos most már végül meghal, és akkor vérszemet kap esetleg a Phoenix van. Nem, Ryut nézzük, ahogy pozícionál a felső ösvére a minionokra. Ő éhes. Tehát a Phoenix van nyerte az előző ütközetet, 2-0 még hozzá Cloud9-nal szemben. Tehát most akkor úgy tudunk pontosítani, hogy ugye oké, és hogy nyert a Cloud9 a Dignitas ellen. Oké. De ez ugye még nem biztosította be a második helyét. Mert ha a Phoenix van, most megveri őket, illetve holnap a TSM-et is, akkor ugye pont egyenlőség miatt az egymás elleni elhozott kettő győzelemével a Phoenix van lesz a második helyen. Tehát a Cloud9-nak itt ezen a mérkőzésen ahhoz, hogy biztosítsa a második nyernie kell, az egész BO3-at meg kell nyernie. A Phoenix vannak pedig ugye 100%-ot kéne hozni ezen a hétvégén ahhoz, hogy bármiféle esélye legyen, hogy már az elődöntőbe kezdje a rájátszást, viszont a rájátszásba már biztos, hogy bejutott, tehát hogy ő ebből már kiesni nem ki tud. A legnagyobb Ryu! Hát ez... Ezt tudod, ez tipikusan az eset, amikor így kiteszem az öklömet, és fuss bele. Hát körülbelül itt ez történt. Mithyos végül túléri ezt az akciót, de hoppá! Mi történt Ziggs-el, szegény? Szegényként a medvecsapda is megrángatta, ráadásul még a Toboz Detto menekül a Phoenix One, és ugyan túlélik ezt a küzdelmet, de akkor már egy harmadik sárkányt is elhoz magának a Cloud9. Cloud9! 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 Olé, 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 olé! Szegény Ryu, hát most konkrétan ténylegesen én ezt láttam, hogy így ilyen hatalmas, ilyen Riot Fistbe így belefutott. Most megölök valaki beam arcba, és konkrétan most már ilyen kék véraláfutások lesznek a szeme alatt szegénykének. Azt hittem. Még az egy szerencsé, hogy ugye csukja van rajta talonnal, tehát nem biztos, hogy látszani fog így a szeme, hogy mekkorát kapott most a Cloud9, de persze, hát nem látott semmit, nem tudta, hogy vannak ott 80-an. Úgy gondolta, hogy Sneakit majd én elkapom. Hát én vagyok talon, úgyhogy akkor most jól megbüntetem Sneakit. Hát ez nem jött össze. Alapvetően egyébként látszik a Phoenix One-nak az építkezéséből, hogy egyrészt persze, ugye Arrow majd a játék későbbi szakaszában fog igazán sebezni Ezreal-ként, de ettől függetlenül nagyon szeretnék megvédeni őt. A lovagi eskü is ezt mutatja Zig részéről. A második tárként lovagi esküt hozott el. Smoothie bajban lett, tökéletes közben amúgy a részéről. A vonzás hullám, ami jön Jensen-től. De Smoothie részéről tökéletes volt a némítás, itt biztosította magát. Arrow lehet a célpont, Contrax azon a kihasználta, és ez jó. Zig életreje csökken, viszont a háttérben ott vannak a sebzés horozók, szabadon meghalzik. Ryu menni akar, Smoothie-nak pedig van végső képessége, viszont a mokórát használt el azonnal, ugye?
Jensen megyünk is tovább, így van. Nagyon szép a Cloud9, egy gyilkosságra van az Aztól. Ray és Contract megy tovább, de vajon Ray be tudja fejezni, ez bátor, de nem botor. Négy gyilkosság a Cloud9 oldalára. Az egyért cserébe. És ez a legfájóbb, mondjuk nem tudják elkezdeni a Baronna sort, mire visszajönnek, addigra pedig már a Phoenix van is feléled. Nézzük, a kezdeményezés Smoothie-ra jön ki. Nagyon szép stunnak az ulti használata. Tehát nagyon jól, még levédi egyébként Sneaky-nek az első sebzéseit is. Contrax beúrik, rögtön megkapja a kipárasztást, de nézzük meg, hogy Zigre megy rá jóformán mindenki, szegényként így ő az első ember. Ryu átvillanja a lassítást, de rögtön megkapja Malzár végső képességét. Jensen ugyan kivillanja a dolgot, és az a minimális életerő, hogy a visszatérő pengék nem ölik meg, az igazából már csak a kalkuláció, illetve Sneaky gyógyításának volt köszönhető. Ami már később jött ki effektíve, tehát tényleg itt abszolút a kalkuláció. Illetve az, hogy milyen jó, hogy volt még egy zonya homokórája konkrétan Jensennek, az is időt adott még. És ugye az volt a trükk, neki... én abba zavarodtam bele egy pillanatra, hogy Jensen homokórázott, aranyember lett, majd egyből villan. És közben a káosza pedig megjött Ray, aki lekötött mindenkit az égvilágon, és látjuk is, hogy ez beindult Kled. Vérszomjas, fekete hasító bár, tolvaj súranó, és még ott készül rajta az életerő lopás a vámpírjogar miatt. Abszolút. Tehát Ray ilyen elpusztíthatatlan kategóriával akarja kinőni magát. Ryu viszont kénytelen ugrálni egy nagyot. Ugrálni és még elhasználni Yomut is. Igen. Tehát, hogy még gyorsabb is legyen. Pörög Yomut már rajta. Yomut egy kart használatot. Ja. Vare. Sneaky pedig mehet előre, meg is teheti ezt. Egyrészt az alaptámadásaival is már távolabbról lövöldözget. És... a na, tornyok ellen is jó lesz. Azon a stuntot el lehet pusztítani, ez nem az a tankos tarik, viszont Contract megint belesétált egy csapdába. Ő valószínűleg meghal, a végzetes hullám elől kimegy, de végül belefulladt Mithios érkezésébe. Túlvállalta magát szegény. Abszolút, de nézd meg közben, Ray hoz egy kettesszínű, még egy kettesszínű tornyot a középső ösvényen. Nagyon kockázatos lenne a Phoenix One-nak azt mondani, főleg ilyen kevés életerő stunttal, hogy bármiféle Baronna sorra szeretne ugrani. Elónak nincsen például manája. Nagy. És nem is lesz a kék erősítésből, ez már biztos, mert Ray dominálja az alsó felét a pályának. Jóformán mindent, igen. Tehát, hogy Ray eddig, én úgy gondolom, hogy ezzel a kleddel kihozta a maximumot a játékából. Abszolút. Az ösvényét megnyerte, utána folyamatosan bármelyik ösvényen megjelenik, hoz egy tornyot. Hát a farm különbség persze nagy volt Ziggszel, viszont én úgy gondolom, hogy az érkezései voltak jobbak Raynek. Tehát míg Zig azt mondta, hogy jó, persze, le tudom farmolni Kledet, meg persze nála hozták el az első tornyot, de attól függetlenül az 1-0-4-es statisztika bőven kompenzálta azt a farm lemaradást, ami még annó volt. Most meg már ugye annak köszönhetően, hogy folyamatosan ő rohangál az ösvények között, és váltottan tolja az ösvényt, tehát így most már bőven ő az, aki még farmban is vezetni képes, úgyhogy ez ilyen, igen. Mit jó, azt nem bízza a véletlenre, amúgy most már ő is rendelkezik egy homok órával, ez egy olyan Elisa, aki amúgy rengeteg varázssebzéssel rendelkezik. Tehát itt most ez a cél, hogy csak Zig legyen igazán tankos. Mithios egyáltalán nem az. Nem is baj, én egyébként nem szeretem a tankos Elisa-ket. Tehát nem látok. Is kell, sőt már talán nagyon nem is szoktunk, nem nagyon, csak persze. Nagyon tankos Elisa-ket látni. Jön Skull és Kled. Tadá, Mithios életre azonnal fogy, viszont a végső képességét Tarik még be fogja tudni fejezni. Nem, mert Mithios ugye meghalt már, a némítás két embert is elér stunt. Káprázata sem megy végig. Jó, Ryunak a lefogása, a placs! Kettős gyilkosság Jensen, a Ray pedig megy tovább. Le fogom tépni az arcodat. Gyerünk, menjünk Skull, és szedjük szét Ziget. Így van. Meghal időközben Nautilus is. Mondom, dögölj meg! Hát ez hihetetlen, nem? Ray pedig bajban van. Ero az, aki még őt sebzi, és ott van, kérek szépen a messzelátok ő is. Skull még nem jött vissza, Ray! Élettől függetlenül. Egyedül érted, mindenki már a háttérben, már kemping kosárral a másnapi, nem tudom,
programokat szervezik, de Ré még megy előre, és ő még piszkálódik, visszajött közben Skull is. Óriási játék a Cloud9-tól, a Phoenix One pedig. Ez a Skull sólyom szárnyán, három helyen túl. Ezért imádkozott konkrétan Ray, hogy jöjjön. Kezdeményez, ugyan a torony dől, de kit érdekel, hogyha utána egy ilyen csapatharcot tudunk megnyerni. Kimegy a káprázat, de még azelőtt káprázatosan meghal, pontosabban az ulti kimegy. Mit jössz, majd utána standing nem is tud kábítani, Ryu pedig olyan helyzetbe találja magát, mint egy Manzar, illetve egy Orianna ulti. Egyszerűen az, hogy Smoothie megtarthatja az ultiát iszonyat sokáig, az nagyon-nagyon kényelmes a Cloud9-nak, hogy nem azzal kell kezdeményezni. Igen, Ryu kicsit most ilyen ujjal fűbe lövi magát, ezt játsza, ezt a játékot, hogy hát igen, gyerekek, ez most bementem, és így lőtték ki az agy velejét szegény Talonnak. Na, erre viszont jó volt a sebzés, amit amúgy Mithios magában tartogatott. Ez a plan, ez a nagy terv, kérlek szépen. Ryura még kimegy a sorozata, és nem tud egy középsősvényes Talon elpusztítani egy lövészt, az ellenfél lövészt. Hát nem főleg ilyen tanki Lucian build-el, tehát azért így van, fekete hasító. Még nem is a háromság hatalmát hozta, amit mostanában nagyon sokat vásárolnak neki. Amúgy Zig helyben, és jön egy megváltás is, az csak sebzése volt, jó, meg egy kis gyógyítás, adjon erő vonzásra, nem Zig végül ott haragad, Ryu nem tudja Sneaky továbbra sem megölni. A bónuszi életerő például, a fekete hasítóból. Ray pedig egy őrült inhibitort hoz, és megy tovább a bázisra, miért ne mehetne? Őneki ez a dolga, Ryu parkőrözik, de ez kevés. Kérem szépen, hölgyeim és uraim, megfogja ezt a mérkőzést Ray nyerni a Cloud9-nak. Egyelőre nagyon úgy néz ki, nem egy Nexus torony az, amit bevállalt, ugye eddig tudták tartani a Cloud9-osok a figyelmet magukon. Ez egy állat. De most tényleg? És most az elegáns. Az elegáns menekülés. Még Raynek is tetszik, vágod. Ott nevet a kis képernyőn. Ő is nevezett ezzel, hogy hopp, jönnék, nem. Úgy érezte maga, mint a farkas és a gyalogkakuknak a történet, hogy a farkas akart valami nagyon nagy dolgot csinálni, és akkor a gyalogkakuk meg csak valami ezt elegáns pont olyan volt. Pont olyan volt. Megérkezett a segítség az Akmétot, és rázuhant a fejére, de igen, nem. De ez nagyon volt, ez cuki megmozdulás volt mindkét játékostól, tehát szép volt a Ray-nek is az elgondolása, míg Mithiosnak a menekülése volt a remek egy felemelkedéssel. És így nem használta ugye az anyahomok óráját, nem kellett elhasználni a protoövetet, nem maradtak ezek az aktív tárgyak. És azért Jensenre már oda kell figyelni, főleg Rabadó a halás hitkájával. Ryu pedig ugye Draktárt választott magának, így kell mennie a Super Minionok által ostromolt felső ösvényt védenie. Ray pedig hát megjött, és amit eddig ezen a mérkőzésen csinált, folytatja. A Valon Nashorral pedig könnyedén a középső ösvény inhibírt. De nézd meg ezt az őrültet, de amúgy van rajta még ugye egy vérszomjas mellett de nem mindegy, tehát annyi a vérszomjas mellett egy vérszomjas is van. Igen, még két vérszomjasra van. Igen, csak az egyik Hydra, a másik meg Vidra, mindegy. De alapvetően Ray a háttérben azt csinál, amit akar, és nem csak az életreje, Ryu lehet helyezkedni, és Ryu ennek köszönhetően még meg is halad. Jó a vonzás, urám, közben Smoothie életreje fogy, de Smoothie túléli. Kimegy közben amúgy a megváltás is. Három ember halt már eddig meg a Phoenix One-tól, és Ero valamint Ray küzdelméből végül Ray jön ki jobban. Kérem szépen, hölgyeim és uraim, a Cloud9 foggal körömmel ragaszkodik a második helyéhez, nem akarja könnyen odaadni ezt a Phoenix One-nak, és egy lépéssel közelebb vannak ahhoz. És milyen jó, hogy mondtad egyébként a Hydrát, mert ugye tudod, van az a dolog, hogy a Kobra meg a Vidra felmegy a Hydra. Igen. De a Híd nem megy fel a Kobra meg a Vidra, tehát hogy így Ray konkrétan most felment a felső ösvényre, és onnantól kezdve mindent elhozott, amit tudott a mérkőzésen. Itt most egyrészt gyilkosságokat is mondhatunk, másrészt tornyokat is mondhatunk, iszonyat jó kezdeményezéssel rendelkezett, és az egész csapat kompozíció azért volt
szimpatikus és jó a Cloud9-nak, mert ténylegesen nem smoothie, pokoli markával volt a csapatküzdelmek elkezdése. A pokoli marok majdhogy nem minden küzdelemben a közepén jött ki. Igen. Vagy éppen egy olyan embert kellett megtalálni, aki mondjuk veszélyes lenne. Tehát meg lehetett várni, hogy mikor ugrik be Ryu, és majd akkor arra nyomom ki a pokoli markomat, nem. Eléggé komoly tényezővé nőtte ki magát, ugye főleg a contract kombóval, a Rengar és Kled kombó, és ez működött. Abszolút. És tényleg smoothie védekezésre is úgymond elhasználhatta a pokoli markot. Nagyon, nagyon szimpatikusnak tartom ezt a játékot. Jensen pedig háttérből sebzett. Ennyi. Tehát, hogy Jensennek most nem voltak ilyen egyéni villanásai, miközben úgy látjuk, hogy a FreeSM kikapott, de teljesen mindegy. Neki már teljesen mert ő így is úgyis az első helyen van. Pont ezért választottuk ezt a csatornát, mert itt sokkal érdekesebb, mert így itt sokkal van. Több mindent befolyásolhat egy-egy győzelem, vagy egy-egy elvesztett mérkőzés. Holnap így is úgyis lesz TSM mérkőzésünk, méghozzá Phoenix van ellen, nagyon-nagyon komoly összecsapás. Brutális csata. De annak se lesz már olyan szinten értéke, vagy legalábbis abban az esetben lesz értéke, hogyha most a Phoenix van feláll a földről, és 2-1-re megveri a Cloud9-t, akkor utána a TSM ellen kell valami szenzációsat alkotnia, és közben gratulálunk így a Team Liquidnek, tehát GG. Abszolút, azért... Jó dolog, persze, bőven. TSM-et megverni, csak azt mondom, hogy ez persze, leközvetítem én szívesen, viszont annyira nem biztos, hogy izgulni fogok, hogy most a TSM nyere még egy 15-6-8. Meccset, vagy nem. Lehet, ők is úgy voltak vele, hogy... Lehet. Vagyunk már. Gyakorolni lehet. A Team Liquid viszont abszolút jól tudott... Illetve ugye Double Leaf-nek megjött a kedve. Tehát, egyébként valószínűleg miatta is gyengítették a vörös szeder hátat a követő. Igen, 7.6-os frissítés, de ugye most még csak 7.5-ben vagyunk, de hogy nem. Szóval a vörös szeder hát valószínűleg akkora egy trauma volt neki, hogy azt mondta, hogy jó, következő hétre gyerekek, én leszek a legjobb, és ő ezt már meg is ígérte egyébként, sőt, nyilatkozta is nem egy közösségi médián, hogy ő a legjobb lövész Észak-Amerikában. Na most ezt most megmutatta, hogy igen, a vadteknőst is le tudja győzni. 2-1-re így nyert a Team Liquid. Míg itt nálunk, ugye a Cloud9 az, aki vezetni tud egyetlen egy kis árvaponttal. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy a Phoenix One-nál megmondom, hogy mi az, ami nem feltétlen tetszett ebből az egész mérkőzésből. Egyrészt Tantnak a Tarik választása szerintem nem volt elég jó. Értem azt, hogy ott van az ultid, de látszik is amúgy a visszajátszás során, hogy nagyon nagy hátrányból kezdte amúgy a leveszt az egész mérkőzést. És szerintem. Ez viszont az ő hibája volt most ez a halál. Bocsánat, igen. De rámész egy malzára, akinek van pajzsa, a ez kábítással. Is amúgy az ő hibája volt, nagyjából mert egy csúszó snake-it akart kábítani, igen. És hiába volt Erón is az erőd, na mindegy, itt nagyon szép egyébként a kimozgás. Zseniális. Illetve a némítás, hogyha nincsen, akkor valószínűleg Rue befejezi időben. Itt pedig a kis görcsök, azok egyszerűen kizónáztak. Hogy még kinagoztam, hogy még. És a kis görcsök voltak azok, akik a legelején még a gyilkosságot is ugye el tudták hozni, sőt, még elvillantatták Erót. Tehát Stannak nem nagyon tetszett az a Tarik választása. Én ezen valamit változtatnék a következő mérkőzésen. Ha megint hoznak egy malzát, akkor hozzunk ellene egy Lulut, vagy próbáljuk meg elhozni, hogyha nem tiltják ki. Hozzunk egy Alistert, vagy valami olyasmit, ami valahogy jól tud reagálni egy malza ultira. Vagy tényleg, akkor áldozzuk be azt a pénzösszeget, és akkor vegyünk egy sejemövet. Nagyon nagy luxus egy támogatónak egy sejemöv, de láttuk, hogy hányszor próbálták kiszedni idő előtt Stunt, mert azért Stunt pont az a, tehát a Tarikka pont az az ember, akit még akár érdemes is néha kicsit fókuszálgatni. Nem tudja kilőni az ultiát, nem fog területre kábítani, nem gyógyítgatja folyamatosan a dolgot. Sikerült is őt rendesen fókuszálni. Ugye az, hogy effektíve tovább gurult ez a hógolyó, ami az ő esetében negatívnak számít. A lényeg az volt, hogy rosszul indított, nem is tudott annyira tankos lenni, igen. Ő egy olvadó hóember volt, vagy nem hát tudom. Hát igen, vagy az a lavina, vagy az a hógolyó, amit a Cloud9 elkezdett görgetni, az maga alá temette Stunt is, abszolút. Tehát őt kell majd most megmenteni itt a szünetben. Érdemes lesz mindenképpen, komoly beszélgetésük lesz, ez biztos a Phoenix fanosoknak, de szeretnék ezt megcsinálni. Mi viszont
Most egy visszajátszással érkezünk. A másik egyébként, a másik választás, ami nekem nem tetszett, az mit jósznak a tárgyválasztásra, a csatározók sújtása, ami szerintem hátrányba helyezte őt is. Mert nem, ő se tudta kihasználni ennek a sújtásnak a lényegét a csatákban. Mert érted, persze, jó, most egyébként pont, hogy őt sem sebzik, mert mindenki kivillan előle. Még benne is van egyébként a sújtása, tehát nézd meg. Beugrik ugyan Ryu, és megvan az első gyilkosság, most ment ki a sújtás, de a felemelkedésnek köszönhetően igazából utána semmi esélye nem volt kihasználni a bónuszát a csatározók sújtásának. Erről itt még nagyon szépen tudja kájtolni kontraktet, illetve rate, de azért itt is villannia kell, tehát nem elégek a térugrások, illetve a jégkesztyűnek a lassítása. Hát azért az a 27 ezer sebzés, az nem gyenge, de hát ő azért egy szurkálódó támogató. Most a támogatóknál ugye azért oké, nem, az egyébként épített smoothie sebzést, Riley volt nála. Igen, de hát mondjuk de meg, hát is meg is indult. Meg az életre is szüksége volt. De ami impozáns, az egyértelműen Ray-nek amúgy a sebzése, úgy gondolom, meg hát Sneaky, zseniális volt. Tehát ezzel a Lucian-nel letakarították a pályáról Stunt, illetve Rót, és úgy gondolom, hogy ami még végtelenül fontos volt ezen a mérkőzésen, az a nem csak a Ray játék, hanem a Kled választás, ugye egy olyan mobilitásra tett szert, gyakorlatilag nem csak kontrakt rengárja, hanem maga a Kled. Olyasmi volt, olyasmi nyomást tudott gyakorolni, mint egy Shen. Bármikor szinte az egész pályáról meg tudott érkezni. Teleport nélkül is akár sokkal gyorsabban, és hát 5-0-10-es Sneaky Lucian. 31% sebzés csapat szinten az rengeteg. Az nagyon-nagyon jó. És most egyébként örülök ezeknek a frissítéseknek, illetve 7.45 óta, hogy visszatérnek a lövészek a lövész pozícióba. Kicsit úgy kezd kinézni a szituáció, hogy és az a legjobb, hogy most kamerán voltunk, még az a szerencsé, hogy sötét van a föld órája, illetve napja miatt, de sikeresen leöntötted magad, Tana. Baszki. Felállok, gratulálok neked. Köszönöm szépen. Ugye az volt a probléma, hogy ez egy fekete pohár, és mivel sötét, nem láttam, hogy mennyi jó, van benne. Mert csak azt néztem, hogy így belnézel, de mondom... Igen, azt mondom, hogy mennyi van benne, de akkor nincs is benne sok, és meghúztam, és az egészet magamra öntöttem. Szép volt, Tana. Nope. Mi az egyébként, térjünk vissza egy kicsit erre a mérkőzésre is, hogy mi az, amit a Phoenix One-nak még meg lehetne húznia, hogy esetleg megfogja a Cloud9-t. Ugyanis most ezen a mérkőzésen látszott az, hogy a Cloud9 az early game-et kijavította. Meglátjuk, úgy gondolom, nagyon hamar, hiszen elmegyünk most egy rövid szünetre, és utána érkezünk vissza a BO3-as széria második mérkőzésével. Én nézek egy törő között, ti is pihenjetek egy sort, szünet után folytatódik a meccs. It's okay, my son.